Kiev az Egyesült Államok kongresszusának pozitív döntésére számít a finanszírozást illetően a pénzügyi támogatás létfontosságú Ukrajna számára. Jelentette ki szombaton Volodymyr Zelenszky elnök Münchenben a Kamala Harris amerikai alelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Az államfő elmondta, nagyon számítunk a kongresszus pozitív döntésére, számunkra ez a csomag létfontosságú, Ma nem mérlegelünk alternatívákat, mert arra számítunk, hogy az USA továbbra is stratégiai partnerünk marad. Hozzátette, hogy amennyiben a segélyezés alternatívájáról kellene beszélni, az azt jelenteni, hogy az Egyesült Államok már nem stratégiai partnere Ukrajnának. Éppen ezért Kijev nem mérlegel más alternatívával. A győzelemhez vezető út az emberek, a katonák morája, a támogatási csomagok és a szankciók együttese. Ez egy nagy szövetségi munka és nem negyedévenkénti, hanem napi munka. Ez a csomag határozottan a haladást jelenti, hangsúlyozta Volodymyr Zelenszky. Kamala Harris a maga részéről hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak egyetlen terve van, az áterv, amely abból áll, hogy támogassa Ukrajnát mindenben, amire szüksége van. Biztos vagyok benne, hogy ha a képviselőház szavazásra bocsátja a segítsomagot, akkor a képviselők meg is fogják szavazni, fogalmazott az amerikai alelnök.